Folytatjuk az évértékelő beszélgetést, ezúttal az U18-as csapatunk van terítéken, ezúttal is köszöntöm a hónap legjobbjait és edzőjüket, Balogh Dávidot. Srácok, egy-egy rövid mondatba kérlek, mutatkozzatok be. Sziasztok, Berger Gábor vagyok, kb. 3 éve kézilabdázok Dabason, kapus a poszton, és igen. Sziasztok, Kind Lákos vagyok, kb. Ez a második évem itt Dabason, és irányítom a poszton, de többször megfordulok balátlövőben is. Köszönjük szépen! Dávid, ebből a szezonban vetted át a csapatot, mennyire vagy elégedett a srácok teljesítményével, ha tudsz róluk egy-egy mondatot mondani, és a ma hiányzó Kelle Gáborról is légy szíves, aki november hónap legjobbja volt ennél az együttesnél. A srácok nem véletlenül kapták meg ezt a címet, ugye ezt a hónap játékosa címet. Én azt gondolom, hogy az Ákos például kimagaslóan és minden egyes mérkőzésen magas teljesítményt tudott nyújtani, tehát hogy akár több hónapra is jelölt lehetett volna. A Gabi azt gondolom, hogy kimagaslóan védett a kezdeti szezonban, amíg sajnos ez a sérülés nem jött. A Gábor, én azt gondolom, hogy ő meg nagyon nagy személyiségfejlődésen ment keresztül, és egyre meghatározóbb tagja lett a csapatnak, ezért érdemelte ki az utolsó hónap legjobb játékosa díjat. Srácokhoz fordulnék megint, mit jelent személy szerint számotokra ez a hónap játékosa elismerés, és hogy látjátok egyébként, hogy teljesít a csapat az idei szezonban? Ez egy hatalmas elismerés számomra. Jó kiemelkedni az együttesből, és megmutatni, hogy egyénileg is tudunk profi szinten hozzáállni ez a sporthoz, és szerintem a csapat nagyon jól teljesít ebben a szezonban, és akár még az 5. helyet is így fél év vége felé elérhetjük a tabellán. Gábor? Igazából nekem is szintén nagy elismerés volt, így egyre jobban vissza a cél, ami felé, és igen, és a csapat meg szerintem is jól teljesít ebben a szezonban. Az 5. hely szerintem egy egész reális a szezon végére. Látjuk, Dávid, hogy motiváltak a srácok. Te egyébként személy szerint mivel lennél elégedett az eddigi fél éves teljesítménnyel és az év végére a csapatnál? Itt, ahogy mondtad, ugye én most vettem át a csapatnak az irányítását, tehát hogy azért az eleje az ilyen tapogatózás, ismerkedés volt. Én azt gondolom, hogy most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a csapat biztosan képes az 5. helynek az elérésére. Nyilván ez egy csapat cél, tudjuk, hogy nem ez a legfontosabb. Szeretnénk egyénileg, meg csapatszinten is minél többet fejlődni, de amellett azért szeretnénk ezt a részcélt 5.-6. hely környékét becélozni, azt gondolom, hogy ez a realitás, és azt el tudjuk érni az év végén. Köszönjük szépen, gratulálunk a srácoknak a címhez, és sok sikert kívánunk a szezon folytatásában. Köszönjük szépen.